Kedves András, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra, és ezzel együtt egy beszélgetésre is. Ha szoktál inni kávét, akkor hogyan iszod, feketén vagy fehéren? Alapvetően feketén, és pici gyömbérrel. Köszönjük, akkor kérünk. Azt mondtad, hogy az otthon összegyűlt kis anyagmennyiségnek csak egy részét hoztad most el erre a beszélgetésre. Ezt is nagyon szépen köszönjük, és igyekszem úgy vezetni a beszélgetést, hogy a lehető legtöbb dologról tudjunk majd beszélgetni. Ha nem baj, akkor kezdjük ezzel az esztendővel. Én amennyire tudom és láttam, ez egy mozgalmas esztendőnek tűnt az életedben. Neked már több fesztivál is volt most itt a nyár elején, itt a tavasz végén. Mit hoztak ezek idén? Két fesztiválon vettem részt. Az egyik Zilahon, már sok esztendeje zajlik a tavaszi költészeti fesztivál elnevezésű rendezvénysorozat, ahol alapvetően magyar és román szerzők mutatkoznak meg. A magyarok azok a Kárpát-medence különböző területeiről, és természetesen a román ajkúak is, nem csak a közvetlen környezetből, hanem a havasalföldi moldvai területekről is megjelennek, és egy közös antológiát is kiadunk úgy, hogy mindkét nyelven megjelennek az antológiában a versek. Ez egy tényleg szimpatikus, kedves rendezvény, picit közelebb hozza a két népet és a két nép költészetét, irodalmát is, és személyes találkozásokra is alkalmat ad természetesen. A másik pedig V4-ek fesztivál néven futott, alapvetően a Rímai Alapítvány által elindított fesztiválról van szó. A V4-ek oly módon került most szóba, hogy egyébként Kárpát-medencei fesztivál, tehát a Kárpát-medencében élő alapvetően magyarságot megszólító fesztivál ez, de a V4-ekhez tartozó országok költői is meglettek szólítva, és meg is jelentek néhányan a fesztiválon, és itt is egy közös antológia lett kiadva. Ezt csak magyar nyelvű hoztam, és belőle egy példányt. Emellett az is izgalmas volt, hogy emlegetted a zenét, hogy itt azért megzenésített versek is elhangoztak. A megjelent költők is hallhatták saját verseiket megzenésítve, másrészt pedig azért olyan klasszikus zenekar is ott volt, mint a Kaláka, akit gondolom nem kell bemutatni senkinek sem, és hát fergeteges hangulatot tudtak produkálni. Szóval ezek voltak a fesztivál élményeim itt a tavasz folyamán, vagy a kora nyár folyamán. Ezeket már szinte előre be lehet írni, ugye jó pár éve neked a naptáradban. Igen, a helyzet az, hogy a Covid természetesen az Zilahi Fesztivált egy picit csúsztatta, két rendezvény kimaradt. A Rímai viszont tavaly indult, tehát tulajdonképpen ez volt a második esztendő, amikor ezt megszervezték a szervezők. Sárospatakon zajlik egyébként, ezt elmulasztottam az előbb mondani, egy meglehetősen romantikus környezetben, tehát azért Sárospataknak megvan az a múltja, történelmi, irodalmi múltja, ami egy picit dob a hangulaton, és itt is a találkozások, a beszélgetések, az együttlétek azért sokat jelentettek, viszont még azt is hozzá kell tennem, hogy nem csak Patakon mutatkoztunk be, hanem körbejártuk a közvetlen környéket. Tehát a Felvidéken, Kassán is jártunk, más településen is, aztán jöttünk Magyarországon is, Szerencs, Tokaj, Kisvárda, Máté Szalka is sorra került, és biztosan hagytam ki település neveket, most nem fog eszembe jutni hirtelen. Tehát egy elég mozgalmas volt, időnként kocsiba kellett ülni, és akkor a nagy hőségben vágtatni a következő célpont felé. Én mindenhol azt olvasom, ahol a neveddel találkozom, hogy Olá András költő. Más is tartozik a nevedhez? Hát a irodalom tekintetben is tartozik más is, mert prózát is szoktam írni, sőt előfordult velem az is, hogy drámára vetemettem. Drámakötetem is jelent meg egyébként, alapvetően ezek történelmi drámák. A próza pedig egy sajátos formában alakult, rengeteg novellát írtam úgy melléktermékként, ahogy szoktam mondani, amiből nem tudok verset írni, abból szokott általában novella kerekedni.
meg egy kisregény is elkészült. Rövidesen ezek is megjelennek, hát folyóiratokban már megjelentek, illetve a kisregény részletekben folyamatosan jelennek meg belőle elemek. Hogy könyvalakban ez mikor fog előkerülni, ezt nem tudom. Elméletileg az elmúlt év decemberében kellett volna jönnie, de hát a könyvkiadók is csúsznak, tehát egyelőre még várakozunk vele. Most ez az irodalmi rész, de hát emellett van egy főállásom, irodalomból nem igen tudnék megélni, hogy én pedagógus vagyok, tanár vagyok, és igazából alapvetően nem is tudom, az irodalom az csak úgy belecsöppent az életembe, hát a tényleges felállásban én pedagógusként képzeltem el magam kisgyerekkorom óta. Hát az első percben, amikor iskolába kerültem, az volt a tervem, kiváló tanáraim, tanítóim voltak, hogy én azt a munkát fogom folytatni, amit láttam ott, amit megéltem. És hol voltak ezek a kiváló pedagógusok? Általános iskolában, középiskolában? És általános iskola persze mindenkinél az alapokat ez adja meg. És ez volt Hajdúnánás? És ez Hajdúnánáson volt. Ez egy igazi hajdú település, tehát azt kell, hogy mondjam, és most borzasztóan sajnálom, most azért csapkodok, mert eszembe jutott, hogy a kis karikásostoromat is el akartam hozni, de elfelejtettem, mert hát a hajduk ugye egy pásztornép, és nálam is apai ágon pásztorok is kimutathatók, és én gyerekkoromban kaptam egy karikásostort, amit azóta is őrzök. És van is egy novellám egyébként, ami a karikásostorhoz kötődik, de hogy a zárójelet befejezzem, tehát ez a hajdúsági település gyakorlatilag az első 20 évemre nyomta rá a bélyegét, azóta csak amolyan visszajáró vagyok, hiszen én már 40 éve, több mint 40 éve Mátészalkán élek. De hát a szatmári ember és a hajdúsági egyébként meglehetősen közel áll egymáshoz. Tehát ugyanaz a szókimondó, a maga természetességében élő ember él ezen a vidéken is, amit ott megszoktam. A tanáraimra, hogy visszatérjek, tehát az első élményem az általános iskolás koromban az első tanítónénimtől származik, aki megszerettette velem az olvasást. Akkor szerencséd volt. Így van. És az is egy érdekes dolog. Ott mi egy kis házi könyvtárat is csináltunk az osztályban, tehát egymás között cserélgettük a könyveket, de általában mesekönyveket hoztunk. Hát én is népmeséket, meg Benedekelek gyűjtéseket, meg hasonlókat hoztam, és cserélgettük a gyerekekkel, meg verses meséket. De egyszer kezembe került egy meseregény. A szerzőre már nem emlékszem, valami skandináv szerzőről van szó, Mio édesfiam volt a címe, és hát ezen felbuzdulva a tanítónénim megpróbált egy regénnyel engem törbecsalni, ez pedig a Pál utcai fiúk című történet volt, de úgy belelapoztam, és mondtam, hát ez iskoláról szól, ez nekem most nem igazán tetszik. És mit ad Isten, és elhoztam ezt a regényt, tanév végén, jutalomkönyvként ezt a könyvet kaptam a tanítónénimtől, a Pál utcai fiúkat. Hát ez az igazi érték, akkor így a kettő együtt, ugye? Így van, ugyanis a tanítónén nagyon jó pillanatban lépett. Ez az a dolog, amikor ez az a korszak, amikor még nem kötelező olvasmányként fogja a kezébe az ember. És én ezt úgy olvastam végig ezt a könyvet második osztály után azon a nyáron, hogy nem egyszer, hanem kétszer, háromszor, négyszer újraolvastam, mert nem akartam elhinni, hogy nem ecsekerni meghal, és a végén mégis mindig sírni kellett, mert nem ecsekerni mégiscsak meghalt. De egy olyan pluszt adott, hogy onnantól kezdve már nem a mese érdekelt. Onnantól kezdve elkezdett érdekelni a valóság. Nem mondom, hogy eldobtam a meséket, de egy egészen más típusú olvasmánygyűjtemény kerekedett számomra, hogy elkezdtem keresni a regényeket. És az irodalom felé szerintem ez a lépés vezetett. És a középiskolai éveit hol teltek? Szintén Nánáson, a Körösi Csoma Sándor gimnáziumban jártam, és hát ott is egy remek tanári garnitúra vett körül. Az irodalomhoz is kapcsolódik a történet, hiszen például Ratkó Józsefre ott hívták föl a figyelmemet, akkor jelent meg a Törvénytelen Halottaim című kötete, és ha ez órán nem hangzik el, mert ugye Ratkó nem volt akkor az irodalomban, tehát a tanított irodalomban, ha ez nem hangzik el a tanárom szájából, akkor valószínűleg
a debreceni Piac utcai, akkor nem Piac utcának hívták. Vöröshadsereg. Így van. Könyvesboltban nem kerestem volna, kutattam volna Ratko után, és így aztán mégis megtettem és megszereztem, tehát ez is egy fontos dolog volt. Meg a másik, hogy a versírás is tulajdonképpen középiskolás koromhoz kötődik. Igaz, hogy ennek voltak előzményei, mert már általános iskolás koromban is írogattam, csak nem verseket, hanem hát ugye kezdje az ember rögtön a regénnyel, tehát én grafomán alkat voltam a rengeteg történelmi regény alapján, amit abban az időben elolvastam, és gyakorlatilag a középkori történelmet ezek alapján meg is tanultam, úgyhogy igazából nekem történelmet ezért nem is kellett tanulni, mert a regényekből megtudtam azt, amit meg kellett tudni. Nos, ezek alapján én is elkezdtem történelmi regényt írni, amolyan ilyen ifjúsági regényfélét, és ezt elkotyogtam a osztálytársaimnak, akiknek el kellett mesélni a történetet, persze, hát ők nem olvasták, csak meséltették, de elmondták a rajztanárunknak, ugyanis egy kiváló rajztanárunk volt, akinek a szakkörére rendszeresen jártunk, hát ez is megint egy óriási pedagógus élmény egyébként, róla ódákat kellene zengeni, festőművész volt, Madarász Gyulának hívták, később a debreceni tanítóképzőnek a rajztanszékén dolgozott, és nem csak akvareleket készítettünk, meg tusrajzokat készítettünk, hanem linómetszeteket csináltunk, pasztelrajzokat készítettünk, zsírkritákat használtunk, tehát egy csomó új dolgot fedeztetett föl velünk, és ő volt az, aki mikor látta, hogy én óvatosan kezelem a festéket, az ecsetet, és nem akarom, hogy összefussanak a színek, megkérdezte tőlem, hogy hát most miért is várok, hogy megszáradjon ez a rajz, hát engedjem a színeket egymással működni. Ó, de hát akkor hogy fog az kinézni, kezdtem óvatoskodni, és akkor fogott egy rajzlapot, belemártotta a vízbe, félretette az én korábbi rajzomat, oda tette elém a padra, az újságpapírra pontosabban, mert akkor még újságpapíron festettünk, és azt mondta, na akkor most kezdjél el festeni. Hát mondom, vízes, és akkor össze fognak futni a színek. Nem baj, próbáld meg. Megpróbáltam, és rájöttem, hogy ez egy szenzációs dolog. Tehát olyan dolgokra tanított meg, amik nem a festészet szempontjából fontosak, hanem egyfajta útmutatást adtak, hogy nem minden fekete-fehér, ahogy szoktuk mondani, hanem azért vannak azért összefutások, vannak olyan pontok, amik nem nyilvánvalóak, csak akkor lesznek majd nyilvánvalóak, ha kipróbáltuk. És rájöttem, hogy igen, ez szép. De nagyon messzire kanyarodtam megint, és az a baj, hogy én szeretek locsogni, a középiskoláról kezdtünk el beszélni, és akkor azt akartam elmondani talán, hogy hogyan is kerültem kapcsolatba a versekkel, és akkor ehhez is van egy történet, ugyanis általános iskolás koromban engem mindenféle ilyen irodalmi műsorokban szerepeltettek, akkor még nem hadartam úgy, mint most. Szerettem verset mondani, és ezt megtudták, vagy tudták azok a középiskolások is, akik... Hogy beleszólok ebbe a történetbe, de ez hogy érzi meg egy fiatal ember, hogy ő szeretne verset mondani? Valószínűleg nem én éreztem meg. Valószínűleg az történt, hogy amikor egy verset meg kellett tanulni, akkor az a tanárainak, tanítóinak tetszett, és akkor elkezdtek beválogatni abba a csapatba. És akkor szívesen mentél. Hát is szívesen mentem, így van. Tehát azokat a verseket, ma már nem tudok szövegeket tanulni, tehát színésznek valószínűleg pocsék lennék, de azokat a szövegeket, amiket akkor megtanultam, azokat szerintem most is el tudom mondani. Uh-huh. Nem állítom, hogy kiváló versmondó vagy előadó művész lennék, de valami érdeklődést. Minden viszonyítás kérdése. Valami érdeklődést mégiscsak fölkeltett bennem a versmondás is, meg a szereplés is. Hát akkor még nem izgultam, akkor jó dolog volt megjelenni a közönség előtt. Ma sokkal inkább félős vagyok, mint akkor. Elnézést, hogy beleszóltam, és akkor semmi gond. Kapcsolatod a versekkel középiskolában. Ja, igen. Na, tehát megkeresett egy, hát akkor már negyedéves gimnazista, aki a mi iskolánkba járt korábban. Akkoriban ilyen kulturális seregszemléknek hívták talán, vagy valami hasonló elnevezéssel futottak ezek a színpadi rendezvények, hogy ők arra készülnek egy csoporttal is. Hát emlékezett rá, hogy én is
mondtam verseket, szövegeket, szívesen látni ebben a csapatban, és az külön jó volt, mert egyébként felsőbb évesek, amikor magukhoz vesznek egy elsős gimnazistát, az azért egy kitüntetés, és ott különböző jeleneteket adtunk elő ebben a darabban, és verset is kellett mondanom. Egy szerelmi jelenethez kötődően, a vers pedig Tóth Árpádnak egy fiatalkori verse, a Vénligetben című vers volt. Ez egy szerelmi traumának a leírása, egy csalódásnak a levezetése. És én ebbe beleszerelmesedtem ebbe a versbe, annál is inkább, mert az adott pillanatban, az adott helyzetben ugyanezt éltem meg a magánéletben, és elhatároztam, hogy én is leírom azt, amit érzek. Amolyan Tóth Árpád mintásan, és ekkor kezdtem el verseket, szövegeket írni. Egy ideig ment is, bár mondom, ezeket utólag már nem tekintem verseknek, nem is maradt meg belőle semmi, tehát ezeket kidobtam, mert inkább ilyen csasztuskák voltak, szerelmes csasztuskák voltak. És egy idő után ezt feladtam, mert lett összehasonlítási alapom az irodalom berkein belül egy József Attila 17 éves kori verseit, amikor elővettem és olvastam a Tanítások című ciklust, akkor rádöbbentem, hogy hoppá, hát József Attila nem ugyanazt képviseli, mint amit én ezekben a versekben megjelenítettem. Megpróbáltam én is akkor mondani valókat beleszűni már a szövegeimbe, de volt egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy akkor letészem a lantot, és akkor 17-18 évesen valóban ezt is tettem, hogy félretettem a tollat, és verset nem írtam. Hát 5-6 évig legalább. Prózát igen, tehát mondom, a grafománia az azért megmaradt. És ki olvasta? Hát ez egy sajátos dolog, mert asztalfiúknak íródott. Sőt, miután nyaranta az volt a dolgom, hogy a vágyaim kielégítése véget, vagy ahhoz szükséges pénzügyi dolgokat megszerezem, ezért minden év nyarán a középiskolás koromban a téglagyárban dolgoztam, kétkezi munkásként téglákat pakoltam, és az ottani keresményemből azt vettem, amit akartam. Hát például az egyik ilyen alkalommal egy táskaírógépet vettem, egy Erika nevű táskaírógépet, és a kézzel leírt szövegeket szépen bepötyögtem. Na, ennek köszönhető, hogy néhány szövegem, néhány prózám a későbbiekben is megmaradt, és most a készülő kötetemben lesz egy olyan, amiről azt gondolom, annál is inkább, mert folyóirat próbát kiállt a szöveg, hogy egy kis stilizálást követően ez azért még ott el fog férni, el fog menni, nem olyan rossz a történet. Beszéljünk azokról a folyóiratokról, amelyekhez között volt, illetve van. Hát alapvetően szerkesztőként a Párcium folyóirat volt az, amihez a legtöbb közön volt. A 90-es évek elején Felhő Szabolcs kért fel arra, hogy segítsek be alapszerkesztésébe, és körülbelül úgy 2000 környékéig aktívan közre is működtem a szerkesztőség munkájában. Néhány nyíregyházi szereplője is volt alapnak ezekben az időkben, Jánosi Zoltán, a későbbi rektor, vagy Antal Attila az irodalom tanszékről, vagy Kis Lajos András a filozófia tanszékről, és akkoriban volt egy olyan szakasz is, amikor a főiskolán tartottunk szerkesztőségi üléseket. Aztán apróbb törések voltak a lapnál, kiadási problémák, akkor még nem voltak ilyen pályázati lehetőségek, mint ami manapság van, és akadoztak a lapszámok, és akkor nekem is egyéb elfoglaltságaim voltak ott az oktatásban, is sajátos helyzet alakult ki, iskola összevonások voltak, és egyebek is, én egy meglehetősen leterhelő feladatot kaptam, egy tagintézmény vezetője lettem, így akkor kicsit kihátráltam a lap mögül. Ami azért fönt maradt, volt, amikor csak évi egy szám, volt, amikor kettő, és nagyon ritkán jött össze három szám. Aztán 2010-es évek elején ismét megkeresett Szabolcs, hogy legalább támogatóként tüntethessenek föl a lap belsőben, meg hát adjak írásokat is rendszeresen a lapnak, és aztán egy-két év múlva pedig ismét fölkért, hogy legyek szerkesztő. 2013-ban még csak a versrovatot kellett átvennem, aztán 2014-ben a főszerkesztés gondjai is rám hárultak, és azóta már Szabolcs már elhunyt, elmúlt év március 15-én halt meg,
én látom el ezt a feladatot is. Egy meglehetősen érdekes lap, ugyanis az eredeti elképzelés az volt, hogy a Partium, vagyis a Történelmi Partium az Erdélyhez csatolt részek lapja lesz, és csak innen szólítunk meg szerzőket, de a jelek szerint az internet messzire elviszi a lapot, tehát a papír alapú példányok nem is mindig jutnak el a világ túlsó pontjaira, de azért már jelentkeztek szerzők Kanadából, vagy ha a Kárpát-medencét nézzük, akkor azt mondom, hogy a Partiumon túlról is, hiszen a délvidékről, Erdélynek a belső részéből, Székelyföldről, most a legújabb számunkban több szerzőnk is van erről a vidékről, a felvidékről is rendszeresen kapunk anyagokat, és hát dunántúli szerzőink is vannak, most a legutolsó a nyári lapszámunkban például Kőszegről is kaptunk anyagokat, tehát elképesztően nagy az érdeklődés. Aminap értesültem róla, hogy az írók boltjában Budapesten, ahol hozzá lehet jutni a példányokhoz, kértek plusz példányokat, mert elfogyott a lap. Na, hát ilyen is ritkán szokott lenni, hogy papíralapú példányokat ilyen módon elkapkodják. Na jó, majd nem fognak örülni a lapvásárlók, mert rövidesen emelni kell a lap árait is, hiszen némiképpen változtak a nyomdai árak, illetve hát az alapárak a nyersanyagot tekintve. Tehát ez a lap, amihez úgy kötődöm, mint szerkesztő. Szerzőként viszont, hát megint azt kell, hogy mondjam, hogy... Soroljuk. Rengeteg. Tehát a délvidékről a Híd című folyóiratban szoktam megjelenni, Erdélyben a Székelyföld, a Látó, a Várad, a Helikon, és még Erdélyhez kötődhet az Irodalmi Jelen is részben, bár a szerkesztése már nem csupán Erdélyből irányítódik. A magyarországi kiadványok közül, hát hogy a környékbelieket emlegessem, akkor a debreceni Alföld, a Vörös Postakocsi, természetesen a Szabolcs-Szatmár, Beregi Szemle is részese ennek, de a Kortárs, a Magyar Napló, a Hitel, Mozgóvilág, vagy dunántúli lapokat is mondjak, a Győrben megjelenő Műhely, vagy a Szombathelyi Életünk folyóiratnak is, vagy a Békés Csabai Bárkának is rendszeresen szerző vagyok, és még biztosan nem soroltam föl mindent, de ne sértődjön meg senki, hogy ennyi jutott most eszembe. Alapvetően van egy nagy közösség, illetve sok nagy közösség, mert mi szeretünk sok felé szakadni, de hát alapvetően én a Magyar Írók Szövetséget tekintem a magam közösségének, én annak az írószervezetnek vagyok a tagja, valamikor a 90-es években Serfőző Simon és Solá János ajánlására vettek föl ebbe a közösségbe, de ezzel együtt jó kapcsolatom van azokkal is, akik más írószervezeteknek a tagjai. Viszont vannak, akikkel rendszeresebb a kapcsolat, nem csak azért, mert a Partiumban is megjelennek az írásaik, és küldik hozzám ezeket az anyagokat, hanem tényleg többször találkozunk egymással, ezekhez pedig a különböző táborok nyújtanak alkalmat, meg az előbb már emlegetett fesztiválok nyújtanak alkalmat, tehát az Ilahi meg a Sárospataki Fesztiválról már beszéltem, de hát akkor a Tokaji Írótábort is érdemes megemlíteni, ahová rendszeresen úgy megyünk, hogy nem csak a program a fontos, hanem az, hogy ismét találkozzunk. De hát ugyanilyen a Berekfürdői tábor is, ami általában szeptember első hetében szokott bonyolódni, és az egy szűkebb közösség, ugye a Tokaji Írótáborban azért 100 fölötti szokott lenni a résztvevők száma. Persze megvannak azok a kis csoportok, akik természetesen egymás társaságát keresik, és akkor a rendezvények szüneteiben, meg néha a rendezvények közben is elmennek borozgatni és társasági életet élni, viszont a Berekfürdői tábor arra jó, hogy az egy 20 fős csapat. Van egy mag, akik már mondhatni összeszoktak. Hát összeszoktak, ez is furcsa, mert ha most belegondolok, az elmúlt 4-5 esztendőben az alapcsapatból nagyon sokan távoztak, tehát sajnos szükség volt frissítésre, de ez a frissítés is jó volt arra, hogy új arcokat ismerjünk meg, illetve hát nem is voltak annyira újak, mert természetesen az irodalomból ismertük egymást,
Viszont így közelebb kerülünk egymáshoz. Jó beszélgetések jönnek össze, természetesen poharazgatások közben. Végül azt mondd meg nekem, felsorolva, vagy nem is kell felsorolni az összes elismerést, amit kaptál, melyikre vagy a legbüszkébb és miért? Mindig a legutolsóra. Hát az hallatlan kitüntetés, hogy az embert elismerik és elfogadják irodalomban működőként, és valamilyen módon jutalmazzák is, és ezzel persze mások érdeklődését is fölkeltik az írásaim iránt. Most a legutolsót említem azért, mert ez abszolút irodalmi díj, tehát kifejezetten csak írók kötődnek azon csoporthoz, akik kiválasztják a szerzőt. Ez a Magyar Művészeti Akadémia Íj és Gyula díja, és az akadémia író tagjai választottak engem erre a díjra. Tehát ez ennél nagyobb megtiszteltetés szerintem nem kell. Ez egy hallatlan, jól eső érzés volt, amikor ezt megtudtam. És ez meglepett téged, vagy erre rá lehet érezni? Nem tudtam róla. Csak amikor tájékoztattak, hogy meghívnak a átadó rendezvényre, fogalmam nem volt róla. És indoklásban mit mondtak, miért kaptad? Az indoklást Mezei Katalin volt szíves felolvasni, és benne volt az irodalmi múltamból a versek alkotása, tehát az önálló program is, meg az előbb emlegetett lapszerkesztés is. Tehát mondhatnám azt, hogy az eddigi életművemért kaptam, de hát ez még nem egy lezárt életmű, tehát tudom, hogy még van tennivalóm. Ahogyan mondtad, hogy ez nem egy lezárt életút, nyilván nem, tehát aki akar alkotótáborban, tud veled találkozni, aki akar fesztiválon, vagy ugye hamarosan majd megint könyvbemutatón. Nem tudom, hogy fogsz-e még beszélgetni ott az Irodalmi Kávéházban, majd te hívsz vendégeket esetleg, akkor ott is meg lehet majd jelenni, illetve én azt gondolom, hogy mivel ünnepi könyvhét itt Nyíregyházán sem múlik el, anélkül, hogy ne jelennél meg, akkor a jövőben szerintem ott is lehet még veled találkozni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm.